1928. decemberében avatta föl Kopi Béla a szekszárdi evangélikus templomot. Mielőtt a templom megújult volna, 20 esztendővel azelőtt már volt szekszárdon gyülekezet. Mindez jól példázza, hogy az egyház nem egyenlő egy épülettel. 1908-ban, tehát 110 évvel ezelőtt alapult, ugyanígy decemberben, és 20 éven át, hogy a régi keresztények egy külön helyen, akkor a Garai Gimnázium dísztermébe gyűltek össze. A sok gyűjtést elvitt a világháborúnak az esemény sora, aztán újra kellett szervezniük az egész gyűjtést, építési anyagokba fektették be mindazt, amit sikerült összehordaniuk. Volt úgy, hogy asszonyok nyakláncaikat, ékszereiket adták össze, a kétkezi munkával segítették, és így sikerült aztán, hát ilyen többször nekifutással 1928-ban az építkezés. Nagyon izgalmas, hogy ökumenikus volt az építkezés, amennyire én remélem jól emlékszem, hogy tanultam az itteni nagyöregektől, református atyafiak hozták talán szekérszámra a földet, mert fel kellett tölteni több métert, meg kellett emelni ezt a területet. Így van, egy régi kikötő, még talán török időkben. Aztán a templom díszítésében katolikus mesteremberek vettek részt az egyes berendezési szakrális egységeknek az építésénél, úgyhogy egy nagyon érdekes ökumenikus összefogással hosszas előkészület után épült meg 28-ban. A gyülekezetben Németh Gyula és Németh István teljesített közel 40 esztendeig szolgálatot. Sefcsik Zoltán 17 esztendeje lelkésze az evangélikusoknak. A nem lelkészi vezetők sorában olyan nagyszerű emberek voltak, mint Levente István, mint Lugosi Béla, dr. Múth Lajos, most Németh Judit a világi vezetője a gyülekezetnek. Ami mindig jellemezte a mi kis közösségünket, és ami nekem ilyen szívem öröme, hogy bár nem nagy létszámú közösség, de egy nagyon aktív, több kis önállóan működő magcsoport, munkacsoport létezett mindig is, és hála Istennek a mai napig is így létezik. Nincsenek ilyen begyepesedett szokások, amit tízkörömmel hozzáragaszkodó, mindenáron tartani akarnak, tehát egy nagyon az újításra, változtatásra mindig nyitott gyülekezet, ami számomra nagyon fontos. A templom szerepe átalakulóban van. Több ma már, mint egy szakrális tér, sokkal inkább egyfajta közösségi színtér. Tulajdonképpen közösségi térré avanzsál, de olyan értelemben is, hogy most sem istentiszteleti helyként fog funkcionálni, tulajdonképpen vendégeket hívó, ünneplő helyként, de talán egész másfajta funkció, mondjuk egy szentesti istentisztelet, de mégsem istentisztelet, inkább gyerekműsor, találkozás. És szoktak vendégek is jönni, odaadjuk, mint közösségi teret olykor. Persze nem akármilyen céllal, de mégis túlnő magát. Mi állandóan ezen gondolkodunk, hogy lehetne most ezt az ajtót nem csak a szó szoros nyilván lelki értelmű megnyitni. Én bevallom őszintén, lehet, hogy csúnyán hangzik, de abban nem hiszek, hogy most az ajtó vagy a tér megnyitása vagy rendelkezésre bocsátása magához, az Istenhez hozna közelebb. De azt hiszem mégis jelértékű az, hogyha egy közösség maga nyitott és nyitottá teszi a maga helyeit. Valamit akkor talán sikerül az Isten hívásából megmutatni, az oltárképünk is ugye egy olyan képet ábrázol, ahol a tolnai, mindenféle fiatalok, idősek, gyerekek jönnek a tolnai dombok előtt Jézushoz. Tehát a mi oltárképünk mottója, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, hát csak itt tud élővé lenni, ha valóban nyitunk szó szerint, meg lelkileg is. Képekkel, szimbólumokkal, a mai kifejezésekkel, valahogy a mai, az örök kérdések mai fordítását megtalálva tudjunk nyitni, meg hívogatni embereket, igen. Ez az állandó feladat. Nekem régi vágyom volt az, hogy olyan önállóan működő csoportok mozogjanak egy közösségen belül, akik között, mondjuk én, mint lelkész, egy fontos feladatot ellátó, de úgymond egy fogaskerék vagyok, kis képzavarral élve.
és az utóbbi időszakban ez megvalósult. Eddig is voltak ennek alapjai, hagyománya, korábbi vezetők is erre törekedtek. Az én időmben az utóbbi 17 évben legalábbis azt hiszem az utóbbi másfél év mozgás az egy ilyen különleges, hogy ezt látom a gyülekezetben, és ezért én nagyon hálás vagyok, tehát ez már egy ilyen valóra vált kívánság. Egy másik valóra vált kívánságom, vágyam a kis formálódó énekkar, hogy egy kicsit a ének kultúrában, hogy megerősödjünk. Az egyik kántorunk a kettő közül, Bodó Ágnes, ő nagy lelkűen vállalta az énekelni vágyóknak így a tanítását, tehát formálódóban van egy ilyen rész is. Amit szeretnénk majd elérni az új presbitériummal is, hogy minden itt lévő aktív gyülekezeti tag maga is olyan emberré váljon, aki másokat tud hívogatni, hogy ne csak központi események, ne csak a hivatalos személyek, mint mondjuk én, ne hozzánk kötődjön mondjuk az, hogy misszionál, hanem valahogy úgy áthasson minket ez az ügy, hogy tulajdonképpen minden egyes gyülekezeti, aktív gyülekezeti tag valahogy a megszólalásaival, a vonzó beszélgetéseivel, életével úgy maga mellé tudjon hívni majd még egy ember. Tehát ez a missziónak ez a fajtája, amikor tanítványá teszünk másokat, de úgy, hogy a laikus megy ki és hívogat. Ezt remélem, hogy majd valósulóban lesz.